Nem csak az udvar, hanem az egykori iskolaépület belső terei is megújultak a Kiskassáért Német Egyesületnek köszönhetően a közelmúltban. Az ingatlan a helyi önkormányzat tulajdonában van, és itt kapott helyet a német önkormányzat is. A leromlott állapotú épület felújítására a magyar államon keresztül a Bethlen Gábor alapkezelőtől nyert 500 ezer forintot az egyesület. Ez valamikor az iskola épülete volt, Kiskassán ugye volt iskola, és ez az egyik nagy terem volt az iskolában. A másik felén is volt ilyen, itt volt a tanítói lakás is, ugye az a másik oldalon volt. Tehát valamikor Kiskassának egy nagyon jó iskolája volt, nagyon jó tanárokkal, legalábbis a visszaemlékezők, ugye az idősebbek mondták, hogy igen, ez a tanítóbácsi, az a tanítónéni. Tehát sajnálatos, hogy annak idején a 60-as években megszüntették. Az épületet egy helyi mesterember festette ki 20 évvel ezelőtt olyanra, mintha egy kastély belső lenne. A felújítás során törekedtek arra, hogy ezt az állapotot állítsák vissza. A gyerekek délutánonként és hétvégente szívesen látogatják az intézményt. Tulajdonképpen ez egy közösségi szintér itt a faluban, tehát nem csak teleház, nem csak német klub, nem csak klubkönyvtár, hanem a kézműves foglalkoztató is itt zajlik, ahol óvodáskorú meg általános iskolás alsós gyerekek különböző dolgokat csinálnak, azért vannak itt ilyen kis székek, meg kis asztalkánk, és ilyen különbözők is az ő korosztályuknak megfelelő dolgokat próbálunk velük csinálni. A Kiskassáért Német Egyesület és a Kiskassai Német Önkormányzat további múltmentést is tervez a templomban és környékén, valamint a faluházként működő ingatlanban.